Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amit remélem, hogy nagyon sokan vártatok már, ugyanis Instán kértelek meg titeket, hogy szavazzátok meg, hogy mi legyen a következő videó, és egyértelműen a kérdezfelelet nyert, úgyhogy most itt vagyunk, és ezt fogom nektek leforgatni. Rengeteg kérdés érkezett, nagyon-nagyon sok jó kérdés volt közte, sokat kiválogattam, viszont még így se fért bele az összes ebbe a videóba. Válaszoltam egy csomóra sztoriba is Instagramon, viszont ha lemaradtatok volna róla, akkor mondom, hogy betettem őket highlightba, úgyhogy most is meg tudjátok még nézni őket. És akkor jöjjön is az első kérdés. Mióta vagytok együtt Bencével? 2018 márciusa óta vagyunk együtt, úgyhogy pont ma vagyunk 10 hónaposak. Hogy bírjátok a távkapcsolatot? Ehhez hozzátennék még egy kérdést, ami úgy hangzik, hogy összeköltöztetek-e már Bencével, és erre válaszolnék, hogy igen, összeköltöztünk, úgyhogy szerencsére nem kell távkapcsolatról beszélni. Egy pár hónapja már együtt élünk, viszont erről még sose beszéltünk, úgyhogy most van itt a bejelentés ideje, hogy összeköltöztünk. A következő kérdés pedig, szeretsz-e olvasni, melyik a kedvenc filmed, könyved? Szeretek olvasni, nincsen túl sokszor időm rá, viszont nagyon szeretek olvasni. A kedvenc filmem az a Gone Girl, a Holtod Iglan, szerintem erről már beszéltem egyébként az egyik videóba. A kedvenc könyvem, nem szeretnék egyet kiemelni, viszont a Secret sorozatot nagyon szeretem, mindegyik könyvet olvastam belőle, és talán azt mondanám, hogy az az egyik kedvenc könyvem. Következő kérdés, van-e testvérem? Van testvérem, és szerintem már ezt is mondtam videóba, egy öcsém van, 3 évvel fiatalabb nálam, nagyon sok videómban szerepelt, már rengeteg közös képet tettünk már ki, sztorival annál többször volt, de itt van az Insta neve, hogyha valaki szeretné, akkor meg tudja nézni, ő az én testvérem. A következő kérdés, boldogan gondolsz vissza a gimnazista éveidre? Hát erről még nem biztos, hogy beszéltem nektek, fejezetten boldogan gondolok vissza a gimnazista éveimre, ugyanis 10 és 11. osztályban én magántanuló voltam. Utólag visszagondolva nem biztos, hogy így csinálnám, mert rengeteg hátrányom származott abból, hogy én magántanuló voltam, viszont nagyon jó volt az a 2 év, nagyon jól éreztem magam, rengeteget jártam versenyre, és mivel ez hozzátartozik a gimnazista éveimhez, így igen boldogan gondolok vissza rá. Az érettségi után miért döntöttél úgy, hogy nem szeretnél egyetemen vagy főiskolán tanulni? Ugyanis itt jön ki az, hogy hátrányom származott a magántanulóságból, az osztályzó vizsgákon nem feltétlen voltak jóindulatúak a tanárok, és emiatt a 10 és 11. osztályos jegyeim nem a legjobbak, és ugye a 11. már beleszámít a felvételibe, így ahova szerettem volna menni tovább tanulni, az lehetetlen volt, állatorvosnak készültem, állatorvosira olyan jegyekkel és pontokkal nem tudtam volna felvételizni, és egész egyszerűen más szak pedig nem fogott meg, nem érdekelt semmi, így nem felvételiztem. Vannak-e furcsa étkezési szokásait, például bundás kenyér lekvárra? Őszintén megmondom, szerintem nincsen. Egy valami van, amire emlékszem, hogy néha megkívánom a csemege uborkát majonézzel, csak így magában minden nélkül, viszont ennél durvábbat nem tudok mondani. Szoktad-e nézni a negatív kommenteket, ha igen, milyen hatással vannak rád? Minden kommentet el szoktam olvasni a videóimnál, és ha a negatív kommentek nem rossz indulatúak és kötözködősek, hanem valami tanács, esetleg építő jellegű kritika, akkor igenis el szoktam gondolkozni rajta, és igyekszem megfogadni őket. Ha rossz indulatú vagy bántó egy negatív komment, akkor el szoktam engedni a fülem mellett, ha pedig nagyon trágár, akkor ki szoktam őket törölni. Ez egy nagyon érdekes kérdés a következő, lesz-e a nézőidnek csapatneve? Nem gondolkoztam még rajta, eszembe se jutott, viszont hogyha van ötletetek, akkor írjátok meg nekem a komment részlegbe, és hogyha valami nagyon frappánsat fogok találni, akkor lesz csapatnevünk, igen. Következő kérdés. A határon túli nézőidre is ugyanúgy nézel-e, mint a magyarországi nézőidre? Egy kicsit rossz érzés egyébként, hogy ez a kérdés így megfogalmazódik valakibe. Természetesen ugyanúgy nézek a határon túli nézőimre, ugyanis szerintem a származás, identitás, vallás, ez nem szabad, hogy különbséget tegyen az emberek közt. Úgyhogy a válaszom erre egyértelműen igen. Következő, milyen versenyfelszereléseket használsz? Nagyon sok márkájú cuccot használok, nem vagyok elköteleződve egy márkához se, hogy párat felsoroljak. Prestige, Kentaur, Veredus, Cavalleria Toscana, Equiline. Ezeket a márkákat például nagyon szeretem, és ebből nagyon sok cuccot használok. Következő, mit ajánlasz kezdő lovasoknak? 3 dolog lenne, amit minden kezdő lovasnak ajánlanék. Kitartás, rengeteg gyakorlás, és végtelen alázat. Szerintem ez nagyon fontos, és
hogyha ezek megvannak egy lovasba, ettől lesz jó egy lovas. Ez nagyon tetszett ez a kérdés, és főleg azért, mert egy nevetséges sztori tartozik hozzá. Mi vagy ki miatt kezdtél el lovagolni, hogy kezdődött a lovas pályafutásod? Ezt nem mondtam még el szerintem, és nagyon kevesen is tudják. Én első osztályos koromban 8 évesen kezdtem el lovagolni, aminek egy nagyon egyszerű kis története van. Az egyik osztálytársam járt lovagolni, én pedig féltékeny voltam rá, és természetesen én is ki akartam próbálni minden áron. És ott kezdődött az egész, elkezdtem lovagolni, utána pedig beleszerettem, és innentől pedig követték egymást az események. Versenyeken nem szoktál leizgulni Angel teljesítménye miatt? Ez viszont egy nagyon összetett kérdés, ugyanis idegesnek sose vagyok ideges versenyen, valahogy ez a versenydrukk ez belőlem kimaradt, viszont izgulni szoktam a saját teljesítményem miatt. Szerintem, hogyha a kellő otthoni munka, a ráfordított idő és energia az edzésekre megvan, és fel van készítve egy ló, akkor a lónak a teljesítménye miatt nem feltétlen kell izgulni, viszont a saját magam teljesítménye miatt még a mai napig is szoktam izgulni. Angel teljesen nyersen került hozzád, ha igen, akkor mesélsz, hogy milyen volt a belovaglása? Igen, Angel teljesen nyersen került hozzám, 3 éves korában vettük Hollandiába, erről már meséltem nektek, az elejétől egészen a mai napig én lovagolom. Voltak vele kisebb-nagyobb bökkenők, voltak neki apró kis hülyeségei, viszont hogyha ezeket nem nézzük, akkor nagyon-nagyon könnyen és gördülékenyen ment az egész menet. Arról részletesen, hogy milyen volt a belovaglás, most nem szeretnék beszélni, mert ha valakit esetleg nem érdekel ez a téma, akkor nem szeretném ezzel untatni, de ha szeretnétek egy részletesebb kérdezfeleleket lovas témákról, akkor írjátok meg nekem a komment részlegbe, és mindenképpen fogok csinálni egy olyat. Hogy lettél válogatott lovas, voltál-e már talent programban? Az én válogatottságom 100%. Angelhoz köthető, ugyanis nekem ő volt az a ló, aki a belépőkártyát jelentette a válogatottba. 3 évig voltam válogatott, aminek sajnos most vége, ugyanis kiöregettem a fiatal lovas korosztályból is. Innentől pedig a felnőtt évek jönnek, és ugye a felnőtt válogatottba sokkal nehezebb bekerülni, mint a korosztályosba, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy oda is be tudjak jutni, és felnőttként is a válogatott színeiben tudjak versenyezni. A talent programról pedig annyit, voltam talentes az első év, amikor elkezdődött, én akkor jelentkeztem a talent programba, félig csináltam meg, egy jó élmény volt, sokat tanultam. Hova jársz versenyekre Magyarországon? Szeretek itthon is versenyezni, viszont sokkal többet járunk külföldre versenyre. Ha mégis Magyarországon versenyzünk, akkor Bábolnát nagyon szeretem, Pesten a Nemzeti Lovardát, Kiskunhalast és Mezőhegyesre is szoktunk még járni. Estére már lóról, esetleg sérültél-e már meg lóról esés miatt? Estem lóról szerintem, aki lovagol és versenyzik is, az mindenki elmondhatja, hogy biztosan esett már lóról. Több sérülésem is volt lóról esés miatt. Egyszer az alkaromat törtem el, volt a vállam megrepedve, lábujjamat is törtem már el, nagyon sok ilyen kis apró balesetem volt, viszont egyik se tántorított meg attól, hogy visszaüljek a lóra és tovább folytassam a versenyzést. Gondolkodtál-e már tetkón vagy piercingen? Régen nagyon szerettem volna nyelvpiercinget, viszont most örülök neki, hogy nem voltam még elég idős hozzá, hogy lehessen, és mire betöltöttem azt a kort, hogy megengedte volna anyukám is, és tényleg lehetett volna csináltatni, addigra már nem szerettem volna, és örülök neki, mert már nem is tetszik, úgyhogy biztosan megbántam volna. Tetoválást pedig szeretnék, mindig is szerettem volna, és biztosan lesz is, semmi nagyot nem szeretnék, ilyen egész hátas vagy egész karos tetoválást, valami kis apró csajos, csinos tetoválást. Mi lett volna a nevem, hogyha fiú leszek? Ehhez kértem egy kis telefonos segítséget az anyukámtól, és azt mondta, hogy nagyon korán kiderült, hogy kislány leszek, úgyhogy nem is gondolkodtak fiú néven. És a Rebeka az azért van, mert a dédnagymamámat Rebekának hívták, és édesanyjának ez nagyon tetszett, úgyhogy ezt szerette volna mindenképp a lányának adni. De azt mondta, hogy ha fiú lettem volna, akkor valószínűleg, hogy öcsém helyett én kapom meg a Sanyit, és én lettem volna Sándor. High-end sminktermékek közül mire érdemes beruházni? Nagyon sok jó dolog van, ami márkás és drágább sminkből, viszont én annak a híve vagyok, hogy egy drága smink is ugyanolyan rosszul tud kinézni egy nem rendszeresen vagy jó termékekkel ápolt bőrön. Tehát, hogyha engem kérdeztek, akkor én azt mondom, hogy inkább a bőrápolásra koncentráljatok jobban. Arckrémből, tonikból, esetleg szérumokból
ahol legyenek minőségibb termékeitek, mint sminkből. Ugyanis szerintem a drogériában is lehet legalább olyan jó termékeket találni, mint a márkásabb, drágább termékekből. Viszont, hogyha mindenképp szeretnétek egy valamit, ami márkás, akkor én azt javaslom, hogy a primeretek legyen nagyon jó minőségű, ugyanis egy jó bázissal sokkal szebb sminket lehet csinálni. Ez a kérdés nagyon tetszett. Szerinted mi történne, ha egy évig nem szólalnál meg? Egészen egyszerűen egy évig nem beszélnék, viszont ezt lehetetlennek tartom, ugyanis imádok beszélni, rengeteget beszélek, és hogyha megkérdezitek a környezetemet, akkor biztos, hogy azt mondják, hogy egy napot se bírnék ki, és ebben igazuk van. És akkor még egy utolsó kérdés, minden nap sminkelem-e magam? Azt kell, hogy mondjam, hogy közel sem. Szerintem arányaiban többet vagyok smink nélkül a hétköznapokon, mint sminkben. Ha megyünk valahova, akkor természetesen sminkelek, és olyankor nem is kicsit, viszont olyan nagyon sokszor van, hogy alapozó nélkül indulok el valahova. Nem mondom, hogy szerencsés vagyok, mert egyébként nincsen jó bőröm, nincsen jó bőrtípusom, viszont nagyon sokat foglalkozok vele, úgyhogy szerintem egészen jól sikerül karbantartani. Így alapozóra nem mindig van szükségem, de a szemöldökömet azt mindig meg szoktam csinálni. És akkor ennyi lett volna ez a mai kérdezz-felelek videó. Örülök, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett nektek, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Ha kérdésetek vagy videó ötletetek van, azt pedig a komment részlegbe írjátok meg nekem. Ha nem követtek Instán, akkor azt is tegyétek meg. A leírásban ott van az Instagramom. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!